Csaba királyfi szobrot a Vattak Cikón. Az ötletet a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének néprajzi tábora adta, ahol többek között fafaragók is megfordulnak, mondta Bogos Jeromosné, a Cikói Hagyományőrző Egyesület vezetője. Ott vannak faragók, szövők, énekeket tanulunk, főznek, mindenfélét, viseletet készítenek, és 3 évvel ezelőtt kisdorogiak is készítettek egy Csaba királyfi szobrot, amit kisdorogon már fel is állítottak, és a Bíró Zoltán azt mondta, mi egyik fafaragónk, hogy hát neki is van egy ilyen nagy farönkje, és mi is tudnánk ilyet csinálni. Jön a hideg, el kell menni, mikor csíkból elindultam. A monda szerint Csaba királyfi Attila király egyik fia volt, aki összeszedte a menekülő hunokat és letelepítette őket Erdélybe, miután a rómaiak leigázták a birodalmat. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, örül annak, hogy egyre több székely település vállalja az identitását, és ennek tárgyi emléket is állít. A székelyek szerint ezek a hunok az ő, illetve mi őseink, és így a mi népünk történetéhez is szorosan hozzátartozik Csaba királyfinak az alakja. Ez is egy újabb olyan dolog, ami igazából a mi identitásunkat megerősíti, és ha igaz volt ez, ha nem, mi ragaszkodunk ehhez, mert gyakorlatilag ez is hozzátartozik a mi népünk történetéhez. Az esemény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Csaba királyfit ábrázoló szobrot.